Kedves bibliaolvasó barátaim, testvéreim, szeptember témája a szent méltányosság. Mielőtt Ézsaiás könyvének 32. részéből egy kis szakaszt felolvasnánk, imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, minden, ami jó ebben a világban, az tőled és rólad tanultuk meg, illetve azok életéből, akik rád figyeltek, akikre te befolyással bírtál, akik maguk megtapasztalták, hogy milyen a te szent méltányosságod, ami csak rád jellemző. Urunk, sosem okozol csalódást, akkor sem, hogyha olykor drámák, tragédiák játszódnak le emberek életében. Segíts nekünk magunknak is tanulni mindezekből, és ott állni azok mellett hallgatással, együttérzéssel, segítőkészséggel, akik valami olyan kísértés alatt vannak, hogy te nem nézel rájuk irgalommal, szeretettel. Bizony vannak komoly próbáink, de a te irántunk való szeretetedet és méltányosságodat mindig abból az érthetetlen gesztusból vezetjük le, hogy hogyan szeretted ezt a világot, amikor egyszülött fiadat odaadtad érte. Nem tudjuk felfogni, de haszonélvezői vagyunk, és köszönjük neked a megváltót. Köszönjük, hogy benne vagyunk, benne lehettünk a te üdvözítő tervedben. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ézsaiás könyve 32. fejezetének az első 8 verse a Mesiás király uralkodásáról szól, és ezt olvassuk itt. Imé igazságosan uralkodik majd egy király, és törvényesen fognak kormányozni a vezérek. Mindegyik olyan lesz, mint menedék a szél ellen, és fedett hely a zivatar idején, mint patak a száraz tájon, mint hatalmas kőszál árnyéka a kiszikkadt földön. Nem lesznek bekötve a szemek, ha látni kell. Figyelmesek lesznek a fülek, ha hallani kell. A meggondolatlanok ismerni fognak, és a szívükkel érteni. A dadogó nyelvűek pedig majd folyékonyan, világosan beszélnek. Nem nevezik többé a bolondot nemesnek, és a gazembert sem mondják tisztességesnek. Mert a bolond csak bolondot beszél, szívében álnokságot forral, elvetemülten jár el, és hazug dolgokat hirdet az Úrról, éhezni hagyja az éhezőt, nem kínálja itallal a szomjazót. A gazembernek gonoszak az eszközei, és galátságot tervez, hazug beszéddel megrontja az alázatosokat, még ha igaza is van a szegénynek. De a nemes lelkű nemesen gondolkozik, és kitart a nemes dolgok mellett. Azt kell mondanunk, hogy talán igaza van Madács Imrének is, aki nem csak a történelmen akarta végigvezetni az embert, hanem az ő művének az is különlegessége, érdekessége, hogy ugyanazt az embert vezeti végig, azt az emberpárt, Ádámot és Évát, az embert,
akik csak átöltöznek mindig a következő kornak a történelmi jelmezébe, de ugyanazok maradnak, ugyanúgy küzdenek, vagy elbuknak, és az a meggyőződésünk a művet végigolvasva, hogy nem a kor teszi az embert jóvá, vagy rosszá, nemessé, vagy hamissá, hanem az ember mindkét viszonyulást magában hordozza, és ezért van az, hogy időszerű Istennek kegyelmi üzenete, bűnbánatra felszólító hangja mindenkorban, ez az, ami miatt mi is most egy több mint 2000 éves, 2500 éves szöveget olvasunk, és álmélkodva szemléljük, hogy mennyire időszerű, mennyire aktuális. Ézsaiás idejében, amikor Izrael népe az egyik legnagyobb szégyenét élte meg, hiszen a nép történetének kezdete Egyiptomban szintén egy nagyon nehéz időszak volt, de most bűnei büntetéseként az Úr megengedte, hogy az északi népek rabságba hurcolják el, hogy lerombolják templomát, hogy elvigyék gyermekeiket, fiataljaikat, mesterembereiket idegen tartományba, és onnan a szeretett hazába idegeneket telepítsenek, sőt, Nehémiás és Ezrás korában ilyeneket mondanak ezek a hazaszerető emberek, hogy most a saját földünkön azokat szolgáljuk, akik idegenek, és akiket erőszakkal telepítettek idebe. Bizony, az Ebál hegyén felsorakozóknak annak idején a honfoglalás környékén az egész nép nevében meg kellett hallgatniuk, hogy mi történik akkor, hogyha valaki nem akar tudatosan emlékezni arra, hogy Istennek mi a gondolata a világról, mit akar az emberrel, mi végre vagyunk itt, és hogy milyen etikai döntéseket kell hoznunk ahhoz, hogy élvezzük Isten bizalmát, aki a jóra teremt bennünket. Bennünk akarja látni azt, aki gondoskodik az általa oly sok szeretettel teremtett földről, benne lévő élőlényekről, és kell tennie mindezt önzetlenül, hiszen csak azok kezemunkáján van áldás, akik, ha kell, önfeláldozó szeretettel viszik véghez, de legalábbis szenvedélyesen a jó iránti elkötelezettséggel, amit Isten rájuk bízott. Milyen kor ez az ézsaiási kor? Hát az alapvető probléma az, hogy a nép vezetői visszaélve a hatalommal elnyomják a gyöngéket, az elöljárók, a bírák, az ügyészek nem tisztességesek az eljárásban, akiknek segíteni kellene, azok kihasználják a gyengék, a szegények kiszolgáltatottságát, és azt is elveszik, azt a keveset, ami van, hogy magasztalni kell olyan embereket, akik égbe kiáltó ostobaságokat és gazságokat hirdetnek rezenéstelen arccal, vagy ráadásul azt elvárva, hogy mindenki tekintse őket jótevőnek, és megpróbálják elhitetni, hogy mindenki mással szemben egyedül ők látják jól, hogy hogyan kell az országot kormányozni, hogyan kell külkapcsolatokat
karbantartani, és ugyan mindenki előtt nyilvánvaló, hogy vesztébe rohan az ország, de ők ezen jókat mulatnak, sőt megbosszulják, hogyha valaki kérdéseket mer föltenni. Azt büntető eljárások alá vonják, álmélkodva kérdezik, hogy mi közük nekik, mindehhez eljátszák, hogy nem tőlük függ a dolog, hanem van egy automatizmus, ami természetesen lecsap azokra, akik bűnöket követnek el. Beszélnek bizniszegyházakról, és mindig azok bűnét firtatják, akiket kifosztanak, hogy úgy tűnjék, hogy joggal büntették azokat, akik nem akartak egy követ fújni velük. És arról beszél Ézsaiás, arról a kívánatos korról, amikor törvényesen fognak kormányozni a vezérek. És muszáj itt is egy megjegyzést tenni, hiszen önmagában az, hogy valami törvényes, még semmit nem jelent, hiszen lehet olyan törvényeket hozni többségi alapon, amelyeknek az igazsághoz semmi közük nincs. Jogászok között is elharapozhat az a nézet, hogy igazság olyan nincs, csak törvényesség van, nem igazságot szolgáltat a jog, hanem a törvényeknek igyekszik megfelelni. Ha a törvények jók, akkor természetesen rendben van. Vannak kőbevésett törvények, mint a 10 parancsolat is, amit nem kell változtatni, de bizony a történelem során oly sokszor volt olyan idő, amikor azt cselekedett helyesen, aki nem tartotta meg a törvényt, hiszen a nácizmus idején hoztak olyan törvényeket, ahol súlyos büntetés, akár még élet elleni élet kioltására alkalmas büntetés is született azok számára, akik mondjuk egy másik fajhoz tartozóval kötöttek házasságot. Gyalázatos dolog ez egyáltalán, hogy beleszólt ebbe az akkori világ, és megvolt az úgymond törvényes menete annak, hogy hogyan lehet a vagyonát és aztán az életét elvenni, a méltóságában megalázni azokat, akiket másodrendű vagy sokadrendű állampolgároknak tekintettek. Törvények voltak erre is. Törvények voltak, amelyek a gulágra juttattak embereket, vagy itt is az elmúlt 100 évünkben annyiszor börtönbe, kitelepítésre ítéltek másokat, és a hétköznapi életben elég volt az is, hogyha emberek nem kaptak munkát, hogy indoklás nélkül kipenderítették őket az állásukból, úgyhogy elharapózott az a nézet, hogy nem szabad az embernek szólni, még gondolni se, hiszen talán már azt is vizsgálják, hogy az ember mit gondol, aki lelkesedni rest, ahogy Radnóti írta, már azt is gyűlölték, utálták, akár a pestisest. És ilyenkor mindig felszínre kerül bármely időben, ha az emberek elfeledkeznek az isteni törvényekről. De most egy olyan világot vizionál a proféta, amikor igazságosan uralkodik a király. Törvényesen fognak kormányozni a vezérek. Nem kell legyinteniük a polgároknak, ha hoznak egy intézkedést, hanem mindenki tudhatja, hogy törvényes alapja van, és igazságos az ítélet. És ezen felül védelmet fognak jelenteni a gyöngék számára, mindegyik olyan lesz, mint menedék a szél ellen, vagy a tető az ivatar idején, sőt, mint a patak a száraz, szomjú földön, a
hatalmas kőszál árnyéka a kiszikkadt tájban, és nem lesznek bekötve a szemek, ha látni kell. Figyelmesek lesznek a fülek, ha hallani kell. A meggondolatlanok ismerni tanulnak. Szívükkel értenek, dadogó nyelvűek, folyékonyan világosan beszélnek, és szabadon, minden kényszerítés nélkül merhetjük a gonosz gonosznak, a bolondot bolondnak nevezni, és nem kell hízelegve törleszkedni azokhoz, akik nem méltók arra, hogy vezessenek. Amikor itt is, meg másutt bolondnak nevez embereket a Biblia, az nem gyenge elmélyűséget jelent, hanem a gondolkodásnak, a léleknek egy olyan torzulását, amiben belefér, hogyha az ország legszegényebb rétegéből származó gyerekeket tanító iskolának nincs elég pénze, mert elveszik annak jelentős részét, akkor az illetékes államtitkár olyat üzenjen, hogy szedjenek tőlük tandíjat, ha nem elég a pénz. Ilyenkor az ember nem akarja elhinni, hogy az adott személy nem tudja, hogy miket beszél, vagy amikor valaki olyat állít, hogy 22.000 forintból is meg lehet élni egy hónapban. És hosszan sorolhatnánk azokat a súlyosan megalázó, cinikus mondatokat, amelyeket a hatalom olyan birtokosai tesznek, akiknek az életében, cselekedeteiben semmiféle fék nem működik, nincs számonkérés. Sőt, az ügyészség, a rendőrség, a bíróság nekik segít abban, hogy törvénytelen működésüket folytathassák, embertelenségüket tovább gyakorolhassák. Ó, milyen szép lenne, ha ez a szent méltányosság, ami Istent jellemzi, akinek mindenek felett való hatalma van, és azt tehetne velünk, amit akar, senki meg nem kérdőjelezheti az ő döntését. Ez a méltányos Isten nem bűneink szerint fizet, nem használja ki gyengeségeinket, nem mulat a küszködéseinken, és nem rak ránk nagyobb terhet, mint amit el tudunk hordozni, sőt, mindig megmutatja a kimenekedésnek az egér útját is. Szóval, ha ez az isteni minta, modell, ez átszivárogna azok életébe is, akiknek Isten bizonyos jogokat ennek a földnek a kormányzására leadott. Nem szűnünk meg ezért küzdeni, és ezt óhajtani, elvárni. Nem azokat tekintjük példának, és nem akarunk megértőek lenni azokkal szemben, akik elvetemülten járnak el, hazug dolgokat hirdetnek az Úrról is, éhezni hagyják az éhezőt, nem adnak italt a szomjazónak, hazug beszéddel megrontják az alázatosokat, még ha igaza is van a szegénynek, nevetségtárgyává teszik. Pontosan tudja mindenki, hogy mi a jó és a rossz közötti különbség. Senki nem mondhatja, hogy félreértettem, engem félrevezettek, és az a személy, akinek a döntésétől minden függ, az nem tudott arról, hogy mi történik abban a világban, amit állítólag ő vezet. A Mesiás király uralkodása merőben elüt a földi, mindenkori földi királyok uralkodásához. Izraelben és az északi népeknél és Egyiptomban, a déli
népeknél ugyanazok a hatalmi bűnök jelentek meg. A nép részéről ugyanaz a szervilizmus, ugyanaz a gyávaság, az a kollaborálás és az igaznak az elárulása, a szolidaritás hiánya. Ezek örök problémák, de mindebben a világban, ebben a sötétségben, vagy tikasztó hőségben, most sokféle képet használ itt Ézsaiás költői szépséggel, ebben az igaz embernek a jelenléte az üdítő, mint a fény a sötétségben, az árnyék a rekkenő hőségben, a patak szomjúság idején, és nyilván azért mondja el a próféta, mert Isten célja velünk az, hogy az ő képére reformálódjunk, formálódjunk vissza, és legyünk olyanok, mint ő. Nem az a kérdés, hogy van ez embernek papírja arról, hogy ám ő a keresztény oldalhoz, vagy biblikus oldalhoz tartozik. Nem ilyen igazolásokra van szükség, hanem az életnek a bizonyságtételére. Nem lesz bekötve a szem, ha látni kell. Nem akarjuk eltakarni a szemünket, és amit láttunk, azt nem akarjuk letagadni. Szemtanúi vagyunk az életnek, és fültanúi. És a jelenlétünkkel, és a bátor kiállásunkkal emberek életét, sorsát befolyásolhatjuk, megmenthetjük. Akár nem lesz gyáva hallgatás többé, mondja Ézsaiás, és ezért mindenki, aki a hatalom áldozata, akit az élet megnyomorít, találhat bennünk igazi testvérre, a szent méltányos Isten gyermekeire, akik maguk is a méltányosság szentségében élnek. Végezzel ezt a mi életünkben is az Úr, hogy hasonlóképpen éljünk ebben a korban. Nem embereknek adunk számot, hanem az Úrnak majd, aki joggal várja tőlünk, hogy aki a szemet, fület, nyelvet teremtette, az vajon mi végre alkotott így minket, megfeleltünk-e annak az elvárásnak, amit ő támaszt, vagy halandó emberektől féltünk, vagy féltettük pozíciónkat, érvényesülési lehetőségünket. Ó, segítsen meg bennünket az Úr, hogy igaz emberekké legyünk. Amen. Imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, köszönjük neked a látó szemet, a halló fület, a véleményalkotásra alkalmas és képes nyelvet. Segíts meg bennünket, hogy arra használjuk mindezt, amire te megalkottad, és neked akarjunk megfelelni. Legyünk igazak az ítélettételben, és bátrak a dolgok kimondásában. Adj ahhoz is erőt, hogy ezt úgy tegyük, hogy ne legyen oka a szemben álló félnek bármi másra hivatkozni, hogy kénytelen legyen elismerni az igazságot, amit tőled veszünk, és a te kedvedért, és a magunk lelkiismeretének a nyugalmáért gyakorlunk. Ó, áldj meg bennünket, méltányos, igaz, hűséges Isten, hogy mi is méltányosak, igazak és hűségesek tudjunk lenni. És a te békességed, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten velünk, viszontlátásra.